Üdvözlöm Önöket! Farkas Bertalan az első és eddig egyetlen magyar űrhajós. 1980. május 26-án indult a világűrbe, a szovjet Szojusz 36 fedélzetén. A mai adásban az első magyar űrutazás eseményeit és eredményeit elevenítjük fel. Tartsanak velünk! Jámbor Flóra a Kecskeméti Repülőorvosi Alkalmasságvizsgáló Intézetben jár utána, hogy milyen feltételeknek kellett megfelelnie az első magyar űrhajósnak. Mark Széva a Farkas Bertalan köré épült sztárkultuszt mutatja be. Az űrbe vágyott, mégis a földön ragadt. Kassai Kata, Magyari Béla életének eseményeit eleveníti fel szülővárosában. A hidegháború közepén a Szovjetunió meghirdette az Interkozmosz programot, azzal a nem titkolt céllal, hogy a Varsói Szerződés vadász űrhajósainak ezredét felállítsa. Farkas Bertalan 1978-ban jelentkezett a programba, és még ebben az évben meg is kezdte a kiképzést. Hogy melyek voltak azok a képességek, amik alkalmassá tették őt az űrutazásra, és hogyan készült fel Magyarország első űrhajósa, kiderül Jámbor Flóra riportjából. Itt vagyunk Kecskeméten, a Repülőorvosi Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézetnél. Ez az az épület, ahol 1978-ban az első magyar űrhajós Farkas Bertalan egészségügyi vizsgálatait elvégezték, és a vadászpilóta hadtársával együtt alkalmasnak bizonyult az űrrepülésre. Hogy mit vizsgáltak pontosan, és milyen speciális eszközökre volt szükség a szűrések elvégzéséhez, annak már is utána járunk. Ez az a terem, tehát ahol 46 évvel ezelőtt, 1977-ben megkezdődtek az egészségügyi vizsgálatok. Mi történt itt pontosan? 1977-ben hirdették ki a magyar néphadsereg szuperszonikus vadászpilótái számára, hogy lehet jelentkezni önkéntesen űrhajósnak. 95-en jelentkeztek. Ez a program az a nevezett szocialista országok együttműködése volt. Mód nyílt arra, hogy az első szovjet űrállomásokra ne csak oroszok mehessenek föl, ne csak repülők, ne csak katonák, hanem már tudományosan képzett emberek is. Az űrrepülés az rendkívüli követelményeket támaszt az ember szervezetével kapcsolatban, és meg kell találnunk azt az embert, aki képes elviselni, túlélni egy űrutazást. Először egy adminisztratív válogatás volt. Nem lehet túl magas egy űrhajós jelölt, hiszen akkor nem fér be az űrhajóba. Nem lehet túl kicsi se, hiszen akkor lötyögne rajta egy szkafander. Ide a Kecskeméti Repülőorvosi és Vizsgálós Kutatóintézetbe 1977 nyarán már csak azok a jelöltek érkeztek, akik ezeket a kritériumokat teljesítették. Az volt az elsődleges feladatunk, hogy terheléses vizsgálatok kapcsán elbíráljuk a tűrőképességüket. Ez egy barokk kamra itt a hátam mögött. Az űrhajós alkalmassági vizsgálatokat már itt végeztük. Tényleg egy űrhajóban érzi itt az ember magát, itt ülünk a barokkamrában. Milyen vizsgálatokat lehetett itt elvégezni? Ebben a barokkamrában magassági felszállásokat végeztünk, itt teszteltük az űrhajósokat. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy elviselik-e az oxigénszegény környezetet. Mondhatjuk tehát, hogy az alapvető életfunkciókat vizsgálják itt a barokkamrában is, illetve egyéb eszközök is voltak még, amiket ki kellett, hogy próbáljanak Farkas Bertalanék. Mik voltak ezek? Fizikai terhelhetőséget vizsgáltuk kerékpár ergometriával, aztán a változó gravitációs térben történő szívérendszeri reakciókészséget is vizsgáltuk billenőasztalon. Olyan reflexek vizsgálatát jelenti, amelyekre akkor van szüksége az űrhajósnak, amikor a súlytalanságba érkezik. Aztán például a vesztibuláris érzékenység vizsgálata volt egy nagyon fontos, a forgószék. Súlytalanságban tengeri betegséghez hasonló állapotról vezet, kézenfekvő, hogy ne az űrben derüljön ki, hogy valaki hajlamos egy ilyen betegségre. Hogyan készültek fel a tudományos kísérletekre? Egyáltalán ki döntötte azt el, hogy pontosan milyen megfigyeléseket kell és kísérleteket kell elvégezniük az űrben? Természetesen meg volt beszélve a repülés szovjet
irányítóival is, hogy milyen kísérletekre van szükség, és ővelük egyeztették a Magyar Interkozmosz Tanács, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet. Elsősorban a sugárzás mérés tekintetében ott készült a nevezetes pille dózismérő berendezés, amelyik később aztán nagy karriert futott be. De volt más is, kifejlesztették a Balaton műszert. Kidolgoztam egy módszert, a szellemi munkavégző képesség meghatározására szolgáló módszert, amiből a Medicor művek egy műszert készített, ez volt a Balaton műszer. Ez a Balaton nevű műszer itt ebben a barokkamrában is működött, és a magyar űrhajós jelöltek kiválogatásában is jól funkcionál. Az itteni vizsgálatok elvégzése után ugye heten voltak, akik alkalmasnak bizonyultak az űrrepülésre, mégis közülük kettejüket, Farkas Bertalant és Magyari Bélát választották aztán ki, akiket végül a kiképzésnek is alávetettek. Ennek mi volt az oka? A teréléses vizsgálatok tűrőképességét osztályoztuk. Egy jósági sorrendet állítottunk fel, aki a legtöbb pontszámmal rendelkezett, az volt Farkas Bertalan. Gyakran felmerül a kérdés, hogy végül is ki döntötte el, hogy kirepüljön. Farkas Bertalan, Magyari Béra vagy esetleg más. Na most erre a adekvát válasz, az orvosi válasz, hogy maguk az űrhajós jelöltek képességeik alapján maguk döntötték el. Őrnagyerces, a Magyar Néphadsereg hivatásos állományából önt érte az a megtisztelő feladat, hogy a Magyar Népköztársaság első űrhajós jelöltje legyen. Amikor én először találkoztam velük, már akkor feltűnt nekem az a különbség kettőjük között, hogy Farkas Bertalan sokkal jobban beszél, és sokkal jobban tudja elmondani a dolgokat, mint ahogy Magyari Béla. És végül is ez volt a döntő. A kecskeméti vizsgálatok után két pilótát, Farkas Bertalant és Magyari Bélát a Moszkva melletti csillagvárosba, a Gagarin űrhajós kiképző központba küldték, hogy szovjet kollégáikkal együtt megkezdjék a felkészülést. Bár a választás ekkor már Farkas Bertalanra esett, biztonsági okokból mindkettejüket kiképezték. Hirtelen a dolgok sűrűjébe kerültek a fiúk. Márciusban mentek ki családostul, néhány nap múlva elméleti órákra jártak, csillagászatot tanultak, űrdinamikát tanultak, navigációt tanultak, űrélettan tanultak, űrfizikát, ballisztikát, tehát elméleti tárgyakat tanultak, és aztán hamarosan megkezdődtek a gyakorlati kiképzés is. Elkészültek idővel a űrruhájuk, járkáltak Szabóhoz, akkor elkészült a űrhajós székük. Minden űrhajósnak külön széke van, testméretéhez, testidomaihoz külön öntenek és készítenek egy űrhajós széket. Ez nagyon fontos a földreérés pillanatában, ugyanis igen nagy erővel csapódnak a földhez. Végig ott volt Farkas Bertalan mellett, mint orvosa, talán a végére már akár mint barátja is. Hogyan látta, számára mennyire járt megterheléssel ez az egész felkészülési folyamat, mennyire volt erős lelkileg ez alatt a felkészülési folyamat alatt? Az űrhajós szakma, de nevezzük inkább hivatásnak, rendkívül nehéz. Ezt a földi halandó nem is tudja elképzelni, teljes embert kíván, és Farkas Bertalan ezt valóban hősiesen, rendkívül jól viselte el. Természetesen Farkas Bertalannak is voltak hullámvölgyei, de ezeket a mellékelt ábra mutatja, kiválóan vészelte át. Farkas Bertalan parancsnokával, Valeri Kubaszovval 1980. május 26-án indult el a világűrbe a Soyuz 36 űrhajó fedélzetén. A 8 napos utazás során Farkas különböző tudományos megfigyeléseket és kísérleteket hajtott végre. Az űrhajósok 1980. június 3-án érkeztek vissza a Földre. Az űrutazással Magyarország lett a 7. nemzet, amely képviseltette magát a világűrben. Vendégem itt a stúdióban Farkas Bertalan, vadászpilóta, kutató űrhajós. Jó estét kívánok önnek! Jó estét kívánok! Látta fentről Magyarországot? Hát nem úgy kötelező volt, hanem minden űrhajós számára az a legfontosabb, hogyha fönt vagy a világűrben, legalább a saját országodat, a nemzetedet lássad, láthassad. Nekem az volt a szerencsém, hogy Kárpát-medence,
belsőben helyezkedik el a kis Magyarországunk a 93 ezer négyzetkilométerével. Igen, és a Kárpát-medence, a Kárpátok koszorúja jól látható a világűrből. Pontosan erről szólt. Igen, könnyű volt, de néhány másodperc alatt keresztül repültük Magyarországot, úgyhogy erre nekem mindig föl kellett készülni, és ebben segítettek a fiúk, mert egy Amerikát átrepülni, egy Szovjetuniót átrepülni, abban egy Kínát átrepülni, akkor ez különösen problémát nem jelent. Hát igen. A felkészülésnek melyek voltak a legfontosabb pillanatai? Hát én azt hiszem, hogy inkább azt mondanám, hogy mindegyik nagyon-nagyon fontos volt, mert az az orosz nyelvtudás, ami kellett nekünk, ahhoz, hogy velük fogunk repülni, vagy velük fogok repülni, az kellett, hogy tökéletesen értsed, beszéld az orosz nyelvet, mert bármilyen probléma van, egymásra nézünk, mosolygunk, és akkor tudjuk, hogy mit kell megoldani. Olyan szituációban, ami egyébként nem betervezett. Minden egyes űrrepülés során létezik egy board dokumentáció, és le van írva mind, hogy mit, lépésről lépésre mit kell, és mi van akkor, ha eltér az egész. Akkor borul az egész is. Ebben a műfajban nagyon-nagyon sok olyan kiképzést kaptunk, hogy mi van akkor, ha nem úgy működik, ahogy megterveztük a legelején. És nyilván úgy kellett tudni oroszul, hogy amikor zavarba jön, amikor valami pánik van, hát azért nem szabad, hogy legyen persze egy vadászpilótánál, vagy ügynök. Nem illik. Igen, de hogy akkor is tudja használni a nyelvet. Na most azt írták itt nekem, hogy 68 kilós volt akkor, és ez űrhajósnak könnyű volt. Hogy oldották meg ezt a súly problémát? Valóban így van. 68 kiló voltam, és a Valeri Kubaszó valamivel több volt, mint én. És itt gramokról szól a történet. Lemérték őt is, engem is, és akkor úgy döntöttek, hogy ilyen kis ólom kockákat fognak az én ülésbetétembe beszerelni, hogy én is körülbelül akkora legyek, mint a Valeri. Az egyensúly miatt? Az egyensúly, igen. A visszatérés során ez hihetetlen fontos. Minden egyes dolgot, amit beraktunk a Soyuz 35 űrhajóba, amivel visszajöttünk, mindent el kellett mondanunk a irányú központban lévő mérnököknek, és akkor ők javasolták, hogy mit hova rakjunk. Tehát nem volt ilyen, hogy most ezt akarom visszahozni, mindent vissza akartam hozni, amit fölvittem, de hát ez sajnos. Vitt magával személyes tárgyat? Hát igen, vittem személyes tárgyat, igen. A kislányom akkor volt nagyon-nagyon fiatal, 2 éves, és én úgy döntöttem, hogy egy kis piros-fehér-zöld ruhácskába öltöztetett babát fölvészek a világűrbe. És 18 éves korában átadtam neki, addig én őriztem, és mondtam, hogy erre azért figyelj, világon egyetlen egy ilyen kis piros-fehér-zöld ruhába öltöztetett baba van, és az a tiéd. Nem madár látta baba, hanem világűr látta. Világban. Na most előtte egy évvel lett volna ez az űrutazás, de ott volt valami gond, amikor a bolgár űrhajósok felmentek, és ugye az a kérdés, hát hogyha van valami gond, nem tudott összekapcsolódni az űrhajó és az űrállomás, akkor azért lehet az emberben félsz. Önben volt-e? Az igazság az, hogy mi nagyon-nagyon komolyan együtt készültünk a bolgárokkal annak idején. Tudtuk, hogy ők mennek először, és mi leszünk a következők. És akkor, amikor a starton túl voltunk, akkor mi együtt az űrhajós kollégákkal, mérnökökkel néztük, hogy mi az, ami megtörténik. És egy olyan probléma adódott, hogy nem kapcsolódhattak össze a főhajtómű meghibásodása miatt. Tehát technikai probléma volt. Tehát nyilván ez nem volt betervezve. És akkor olyan döntés született, hogy, és ez volt a fantasztikus részünkről, és engem is ez nyugtatott meg, hogy a felkészítés során olyan dolgokra megtanítottak bennünket, őt és Rukavisnyikovit is, ami nem volt benne a fedélzeti naplóban, hogy ilyenkor mit kell csinálni. És ők pont azt választották, hogy életben akarnak maradni, és egy olyan sajátos helyzetben, amit nem lett volna szabad megcsinálni. És megcsinálták, és így értek vissza a földre. És ez egy óriási dolog volt. És ezek után ön bízott teljesen a szovjet technikával, tehát úgy gondolt, hogy... Azért bíztam benne, mert úgy volt a lakásunkban, összejöttünk, mielőtt kimentünk Bajkonurba, ami űrrepülésünk előtt,
és vártuk a telefont, és a Kremből hazatelefonáltak hozzám, azzal a felkiáltással, hogy elmarad az űrrepülésünk mindaddig, amíg a szovjet mérnökök, kutatók ki nem derítik, hogy mi történt, és addig emberes űrrepülés Szovjetunióban nem létezik. Ez egy akkora bizalmi dolog volt, hogy nem igaz. Hát ha nyilván ők, akik az egészet létrehozták, megtervezték, ők tudják, hogy miről szólt a történet. És ami nagyon-nagyon érdekes, kb. 8000 indítást csináltak ezzel a hajtóművel, és a végén utána derült ki, hogy mi történhetett, és eddig nem engedtek bennünket repülni. Na hát innen folytatjuk mindjárt, de előtte Marx Éva annak jár utána, hogy miként vált Farkas Bertalan lakja kultusszá, gyakorlatilag reggelről estére. Jó estét kívánok! A mellettem látható szkafander 350 kilométerre járt a Föld felszínétől. Ezt viselte ugyanis Farkas Bertalan a mára ikonikussá vált űrutazása során. Mára 1980-ból nem sok eszköz vagy tárgy maradt fenn, és jelenleg nincs is állandó kiállítása ezeknek az eredeti eszközöknek. Helyette az újságok, történetek és ezek lelkes gyűjtői mesélhetnek nekünk. Sall Endre van velem, aki megszállottja a régiségeknek. Köszöntöm Önt, hogyha jobban szemügyre vesszük, akkor a szkafander mit üzen? Hova is helyezhetjük-e Farkas Bertalant a magyar történelembe? Nagyon előre, hát ez az, hogy magyar űrhajós lehetett, az egy fantasztikus teljesítmény volt, és a 20. századnak az egyik legnagyobb magyar teljesítménye. És ezt ugye a lapok is jól tükrözik, de nagyon érdekes, hogy a fellövés napján, május 26-án még semmiről sem írnak a lapok, következő nap reggel jelennek meg az első cikkek. Erről a fogadtatásról, az újságok munkájáról mit tudunk? Hát ugye olyan szinten mondhatjuk, hogy hírzálat volt, hogy mikor lövik föl őket. Azt lehetett tudni, hogy el fog indulni az űrhajó, de hogy mikor azt nem. Megnéztem, 1980. május 26-án reggel a lapok jófán semmit nem is írtak arról, hogy lesz az űrutazás. Sőt, hát a szenzáció az volt, hogy a Keravil hihetetlen kedvezménye árult a elöltöltős mosógépét, meg a mini centrifugát. Ugye másnap megjelentek a lapok, a Népszabadság piros fejlécén jelent meg, óriási mennyiségben. Hát azt tudom, hogy több százezer példányt adtak el a lapokból. Ezzel reggelről estére tulajdonképpen már szinte mindenki megismeri a nevét, és ebbe nagy szerepe van a televízió közvetítésnek is. Jó estét kívánok, kedves magyar televízió nézők! Mindenkit szeretettel köszöntök a Szaljut 6 űrállomás fedélzetéről. Megkezdjük folyamatos televízió adásainkat. Ez is egy szintén óriási dolognak számított, gondolom, 1980-ban, hogy az űrből üzennek a magyar televízió nézőknek. 800 ezer televíziót kapcsoltak be, és nézték az adást. És ebből jön az is tulajdonképpen, hogy rengeteg kultusztárgy kapcsolódik majd Farkas Bertalan nevéhez. Hogyan alakul át a közhangulat ilyenkor Magyarországon, és mivel telnek meg a kirakatok? Farkas Bertalan úttörő csapatok alakultak, megjelentek emlékképes lapok, emléklapok. Hát ma is, hogyha árveléseken egy olyan emléklap, amit Farkas Bertalan aláírt, az nagyon becses és különleges értéket képvisel. És hát mindenki Farkas Bertalanról beszélt, Berciről, ugye mindenki egyből becézte. Az biztos, hogy kultusz épült köré. A Bertalan név például bejött a köztudatba, és rengeteg gyereknek adták a Bertalan nevet, de összességében is abban az évben, és utána még éveken keresztül Farkas Bertalan óriási sztár volt, mondhatjuk így, és hát mindenféle televíziós műsorokba hívták folyamatosan, és mindenki mindent tudni akart az életéről, könyvek jelentek meg róla. Hát ugye minden női magazin címlapján természetesen Farkas Bertalan szerepelt, és hát mondhatjuk azt, hogy a fogadtatásuk, miután hazaérkeztek és Budapestre látogattak, ugyanúgy ugye nyitott autóval vitték körbe Farkas Bertalan Budapesten, mint ahogy anno Gagarint, lehet, hogy ő majd egyszer elmondja az igazságot, de én úgy hallottam, hogy ha már szkafanderről beszélünk, hogy Valeri Kubaszov, ő fölcsempészett a szkafanderébe egy uborkát, kíváncsi volt, hogy milyen az íze fenn, ami ugye nem volt teljesen szabályos, remélem, hogy egyszer megtudjuk ennek a hátterét. Nos, hiába a tárgyak, kérdések még mindig maradnak. Hogy az uborka tényleg kiutazott-e az űrbe, arról csak az illetékesek tudnak beszélni. Tudják mit, akkor megkérdezzük az illetékest az uborka ügyről.
Hát az igazság az, hogy ezt valaki kitalálta, és hát nyilván, mint érdekességként, ez elterjedt, és sokszor megkérdezik most még ennyi év után is, és ez nem igaz. Milyen jól tartja magát azért egy ilyen? Esély? Milyen jól tartja magát? Hát igen, igen, igen. Ami igaz viszont, hogy az én szkafander zsebeimbe Aszalt Szilvát pakolt be az a doktor bácsi, a Gagarint annak idén a világűrbe segítette. És azt kérte tőlem, hogy most csak a szemembe nézzél, és ne azt figyeld, hogy én mit csinálok. Majd rájössz, hogy milyen fantasztikus dolgot adtam én neked. És amikor a világűrben már voltunk, súlytalanság állapotban, hát nyilván az egy óriási élmény volt számomra az igazi súlytalanságot kipróbálni, és akkor megkérdeztem a Valerijtől, még akkor szkafanderben voltunk, mocskosak, izzadtak voltunk, de már a siska ki tudtuk nyitni. De mondom, milyen jó lenne most egy Aszalt Szilva. Hát ez bizony mi. És akkor benyúltam, és adtam neki egy csomagot, és abban benne volt az Aszalt Szilva. Ez biztos, hogy megvolt, mert én kaptam, én adtam neki, és a másik csomagot én ettem meg. De az uborka az nem igaz. Látja, az uborka hír terjed, az Aszalt Szilva hír meg nem terjed, nem ilyenek ezek a hírek. Hogy kezelte ezt a kultusszal? Belül milyen érzés volt, és hogy tudta ezt a helyre tenni? Hát, ha szabad azt mondani most, és egy kicsit összehasonlítani majd a következő Magyar Űrhajós szereposztásával, a négy közül, aki fog repülni, én arra gondolok, hogy mind a négyőknek természetesen, majd utána csak a kettőnek, vagy csak az egynek, aki repül, el fogom mondani mindazt, amit én átéltem. Magyar nyelven. Magyar érzelmi világgal. Mindazt, amit idegen nyelven kaphattam én, mert más nem volt. Én csak a szovjet pilótáktól, űrhajós kollégáktól, orvosoktól, mérnököktől kaptam meg mindent. Nem magyarul. És gondolom, hogy ez óriási különbség lesz. És én úgy szeretném őket, vagy őt felkészíteni, hogy legyen számára ez hihetetlen büszkeség, hogy egy nemzetet képvisel ugyanúgy, mint valamikor én csináltam, és úgy térjen vissza sikerre az űrrepülése után, hogy ne szálljon el vele a világ. Sajnos sokszor sportolók, nem Isten őrizte őket, bántsam, vagy más emberkék valamit csinálnak, és akkor utána már ők a nem tudom én kicsodák. Én gondolom, hogy az emberek tisztelete, szeretet akkor marad meg, mondjuk 43 év után, az űrrepülésem után is, hogyha képes tudsz és maradsz emberként maradni. Ugye akkor nyilván az ország legismertebb, legkedveltebb embere is volt, és kedveltebb volt mondjuk a pártfőtitkárnál például biztosan, hogyha lehet emlegetni az akkori korszaknak a névadóját. És ugye akkor a szocialista időszak volt, de mégis ez az űrutazás, ez összekötötte akkor az egész nemzetet tekintet nélkül arra, hogy ki hogy gondolkodott a világról? Én azt hiszem, hogy maga az űrhajózás és az űrkutatás, hogy mondjam azt, hogy nem attól függ, hogy egy adott országon belül milyenek a politikai hatalmi viszonyok, hanem ez egy országot képvisel egy nemzetközi űregyüttműködésben. És a kettő azért nem ugyanaz. Most én miért kellettem, inkább másképp fogalmazok, azért, hogy én első magyar űrhajósként a világűrt megjártam, ez nem politikai döntés született. Politikai döntés akkor született, amikor felajánlották, javasolták, és elfogadták, hogy a Farkas Bertalan repüljön. Ettől alapján eddig a pillanatig én olyan voltam, akit megbízhattak, és akit megbíztak, és én ezzel valóban tisztában voltam. Hát persze, nyilvánvalóan egy vadászpilóta vagy egy űrhajós nem egy politikai kinevezett, ezt hát nem lehet így megtenni, hiszen olyan egészségügyi meg egyéb követelmények vannak, amelyeknek azért meg kell felelni közben. Mit tapasztal most, amikor jár még mindig előadásokra? Hogy most is összeköti még a nemzetet ez az űrutazás is? Én úgy gondolom, hogy 43 év után is van érdeklődés. Nem azért, mert kíváncsiság tartja az embereket, hogy mondjam, nagyon-nagyon érdekes szituáció, vagy igen-igen, mert jó lenne vele kezet fogni, vagy csinálni egy fényképet, és valóban erről szól a történet.
nem tudom mennyi fényképet csináltunk az elmúlt 43 év alatt, nem tudom mennyi aláírás kellett a 43 év alatt, de az a sok-sok kedvesség, az a tisztelet, az a szeretet azért 43 év múlva is, én úgy érzem, hogy megmaradt. Fiatalok, idősebbek? Ez azért nagyon érdekes kérdés, mert én azt mondanám, hogy életkortól független. Tudnilik, elmesélek egy élő példát. Tavaly a Kőbányai Egyesület meghívott engem, és akkor leültünk, beszélgettünk, és egy nagyon aranyos, kedves kislány, 12-14 év körüli, oda jött hozzám, és azt mondta, hogy nagyon örül, hogy megismerhet engem személyesen, mekkora boldogság számára, és akkor hagyj jöjjön le mellé. Mondom, gyere, parancsolj, foglalj helyet. És meséli nekem, hogy tengerparton voltak, és kavicsot gyűjtött. Elhozott 2 darab kavicsot, egyet nekem szeretne átadni azzal a felkiáltással, hogy egyet ő megőriz, egyet én őrizzek meg, és legyen ez az örök barátságunk jelképe. Hát azért ne haragudj meg, azért amikor egy ilyen dolgon keresztül mégy, akkor ez egy olyan maradandó élmény, ami úgy szépé tesz az ember életét, erről szól a történet. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Április 23-án volt 5 esztendeje, hogy elhunyt Magyary Béla, a második magyar űrhajós. Az űrbe vágyott, mégis a földön ragadt. Egy ilyen megismételhetetlen lehetőséget csak a nagyok tudnak elengedni. Jöjjön most Magyary Béla szakmai és emberi nagysága, Kassai Katalin riportja következik. Május közepén egy sci-fibe illő galaktikus történet kezdődött Bajkonurban, de a cselekmény szálai még 1978. március 20-án kezdtek el szövődni Csillagvárosban. Ekkor kezdte meg felkészülését a két első űrhajós jelölt, Farkas Bertalan és Magyary Béla az Interkozmosz programban. De a Csillagváros előtt irány Kiskunfélegyháza. Hogyan jött Magyary életébe egyáltalán a repülés iránti vágy és az űr utáni vágyakozás, hiszen az édesapja például egy iskolában dolgozott gondnokként, tehát nem volt semmilyen családi háttere. Kiskunfélegyházán volt egy nagyon jó működő reptér, amit az akkori MHS működtetett, és a félegyházi ifjúság is nagyon szeretett oda kijárni. És ő gimnazista korában, elsős gimnazista korában kezdett el kijárni a félegyházi reptérre. Magyary ide járt gimnáziumba, ugye? Mit lehet tudni arról, hogy például ő milyen tanuló volt? Jó tanuló volt, a bizonyítványai is ezt igazolják. Színjelesen végzett, kivéve az érettségén az orosz nyelvből lett neki 4-ese, ami nagyon érdekes, hiszen később az orosz nyelv volt az, ami szinte anyanyelvként használta űrprogram keretében. Mikor és hogyan ismerkedett meg Magyary Bélával, és milyen volt a kapcsolatuk? Béla legalább annyira szerette a science fiction-t, mint ahogy én. Én a űrrepülésekről úgy általában beszéltem volna a hallgatóságnak, Béla pedig konkrétan a felkészülésről, tehát hogy jut el valaki a világűrbe. Na most ahogy szokott lenni az ilyen nagy konferenciák esetében, ugye mindenki csúszott. Csak oda jött hozzánk a rendező, és mondta, hogy figyelj Béla Nándi, nem tudnátok a előadásatokat együtt megtartani? És akkor ugyan így Bélára néztem, mint ahogy most önre, és ő bólintott. És ez a bólintás egy 35 éves barátságnak lett a kezdete. Amikor én megismerkedtem a Nándival, egyre közelebb kerültünk egymáshoz, ezt felidézni. Nagyon kedves volt, fölnézett ránk, azért mondom több eszámban, mert a Bertire is, meg én rám is. Sőt, az elején egy kicsit én még néha orroltam is rá, mert igen rámenős volt. Hát hozzáteszem én, amikor 80-ban fölkerültem Budapestre, én egy vidéki gyerek voltam, ő meg ugye a nagy vagány budapesti, egy kicsit néha éreztette is ezt velem.
A kiválasztással kapcsolatban ellentmondásosak az információk. Egyes források szerint ugyanis már az elején tudni lehetett, hogy a szovjet Kubaszov lesz az űrhajó parancsnoka, így a mellé beosztott Farkas Bertalan lesz a befutó magyar részről. Más források szerint azonban tényleg az utolsó pillanatban döntöttek a két magyar sorsáról. A tét hatalmas volt. Életre szóló dicsőség, vagy egy soha vissza nem térő alkalom, ami egy életen át kísért. Előttük is titok volt, hogy melyikük fog menni végül? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezt mikor sokszor megkérdezték Délától, jártuk együtt az országot, és ő mindig következő két tréfával ütötte el, hogy nézzenek rám, már mint ugye Bélára, hát egy kicsit testesebb volt mindig is, mint a Belci, és mivel a start előtt őket ilyen fertőtlenítő folyadékkal lemossák, akkor azt mondja, az ürepülés napja az a világtakarékossági nap volt. A Bercinek kevesebb kellett a testtel lemossani, mint az enyém, és ezért ő ment fel a világűrbe. A másik története meg az volt, amit mindig így elmondott a tisztelt közönségnek, hogy a szovjet bizottságban bekérték ugye a két űrhajós jelöltnek a fényképét. Mikor születtek? Melyik évben? 49-49. Hát jó. Melyik hónapban születtek? Augusztus. Melyik napon? 2-án, 8-án. Na így dölt el, hogy akkor a Berci lefél. A magyar propaganda nem bízott semmit a véletlenre. Így leforgatták Magyari Béla kisfilmjét is, arra az esetre, ha ő utazott volna az űrbe, amelyben még azt is eljátszatták vele, amint kinevezik a Magyar Népköztársaság első űrhajósának. A Magyar Néphadsereg hivatásos állományából önt érte az a megtiszteltetés, hogy a Magyar Népköztársaság első űrhajós jelöltje legyen. Gratulálok önnek! Az űrutazás után a Magyari Bélás propaganda anyagot azt bezúzták. Viszont Béla megmentette a saját nevére szólóakat, és ma már az kuriózumnak számít. És hogy dolgozta föl Béla ezt a csapást? Mert ezt gondolom azért rosszul érintette. Igen. Minden emberben van egy versenyszellem. Na most, ha mind a ketten teljesen azonos jeggyel vizsgázunk, minden feladatot azonosan végzünk el, jogosan merül föl a kérdés, hogy miért nem érdekelek, miért? Ugyanolyan ember vagyok, mint a többi gyarló. Én nekem nagyon rosszul esett, és úgy bandukoltam ott a Csillagváros utcáin, hogy miért vagyok én kint, nem is érdemes az egészet csinálni. Nagyon férfiasan dolgozta fel azt a helyzetet, hogy ő a második, és utána igyekezett megtalálni önmagát, és helytállni katonaként is, akár pedig a magyar űrkutatás és űrhajózás követeként itt Magyarországon. Akár mennyire jó ember, akár mennyire nem haragszik a társára, meg minden, de azért ez egy erős romboló hatás, amikor egyformán készültünk föl, és akkor én csak kiképzett űrhajós vagyok, ráadásul mindig egy fokozattal kisebb volt az ő rendfokozata. És mennyire őrzi a város az ő emlékét, hiszen ő a város díszpolgára is. Onnantól kezdve, hogy ő egy kiválasztott űrhajós lett, szinte percről percre nyomon lett követve az ő élete itt Félegyházán, és 1980-ban, amikor visszajöttek, akkor Félegyházzal szinte az elsők között volt, ahol ők látogatást tettek, ahol nagy örömmel fogadtak. És hát 2019 óta pedig a Kiskun Múzeumban van egy életút kiállítása. Félegyházán nagyon ismerik őt és büszkék rá, hiszen azért egy kis város vagyunk, ahonnan el lehet jutni majd, hogy nem a Csillagvárosba és onnan az űrutazásnak a kapujába. A kiállítás alapján milyen személyiség rajzolódik ki, milyen volt Magyari Béla? A kiállítás építése során én azt gondolom, hogy egy csoda tárult elénk, hiszen nagyon jól tudtuk a tárgyakon, a megőrzött emléken keresztül bemutatni azt az embert, akire azt gondolom, hogy városunk méltán büszke lehet. Megismerhettünk egy kisfiút, aki elkezdett repülni, és aztán a repülés szerelmese lett, és megismertük a magánembert, a négy gyermekes családapát, úgyhogy nagyon-nagyon sokoldalú ember volt Magyari Béla. Jó barát volt ő? Nekem igen. Nekem igen, nagyon-nagyon jó barátok voltunk, azért 35 év alatt összeszoktunk.
Magyari Béla négy gyermeke közül ketten a repülést választották hivatásuknak. A légiezredes méltatlanul elfeledve hunyt el 2018-ban. Hamvait végső akarata szerint itt a Kiskunfélegyházi repülőtér felett szórták szét, ahol először emelkedett a levegőbe. Vendégem Ferenc Orsai űrkutató, űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Jó estét kívánok Önnek! Estét. Innen folytassuk, ahol a lányok abba hagyták, mert hogy azért Magyari Béla tulajdonképpen itt lesz velünk, mint ahogy az előző nemzedék, az űrkutatók előző nemzedéke is itt lesz velünk a következő űrkutatási programban. Hogyan is? Pontosan a Hunor program nagyon büszke arra, hogy a folytonosság jegyében, részben személyükben is azok a kutatók, akik még megvannak és köztünk vannak, segítik ezt a programot, részben valamilyen módon mindenki itt van, hiszen Magyari Béla egyik fia, Magyari Gábor az, aki a kiképzésért, a kiválogatásért és a kiképzésért felelős menedzsere, program igazgatója a Hunor programnak, és erre nagyon büszkék vagyunk, de ő maga, mint repülőmérnök és mint pilóta önjogon nyerte el azt a jogot, hogy ezt a programot így ebben részt vegyen. És hát édesapám például dr. Feres Csaba, aki az Interkozmosz oldaláról a tudományos kutatási programban volt az egyik vezető, hát én pedig büszke vagyok rá, hogy valahol folytathatom az ő munkásságát. Hát igen, úgy látszik, öröklődik a tudás, és ez nem rossz, hát otthon nyilván gyerekkorában már erről beszélgettek. Így van, hát én magam is ebben az atmoszférában szocializálódtam, ha úgy tetszik. Atmoszféra, az már nem a stratoszféra, vagy nem is tudom, hol hát van. Hát az egész légkört hívjuk így, tehát akár a stratoszféra is a része lehet így. Rendben, no, hogy értékeljük ezt a 4,5 évtizeddel ezelőtti utazást? Akkor ugye mégiscsak szocializmus volt, és hát arra azért mostanában inkább bírálattal tekintünk, mint nagy-nagy örömmel. Igen, itt különbséget kell tenni a politikai berendezkedés és a tudományos munka és tudományos eredmények között. Valóban a kommunizmus éveire nem úgy emlékszünk vissza, mint egy óriási sikertörténetére Magyarországnak, ez egy nagyon szomorú időszaka volt a magyar történelemnek, de az Interkozmosz program keretében a magyar kutatók és mérnökök óriási lehetőséghez jutottak. És ez ma is így van egyébként a nemzetközi űrtevékenységben. Elég csak megnézni a nemzetközi űrállomást, ahol dacára a földfelszíni konfliktus helyzeteknek, az ottani nemzetek, akik részt vesznek az űrállomás üzemeltetésében, együttműködnek és sikeresen működnek együtt. Ez akkor is így volt, és Magyarország nagyon sokat profitált ebből a küldetésből, Farkas Bertalannak a sikeres küldetéséből. Azt tudom mondani, hogy szinte a mai napig ennek az örökségét tudtuk tovább folytatni. Én nagyon szeretném mondjuk 40 év múlva, vagy 41 néhány év múlva itt beszélgessünk a stúdióban. Hát de én is nagyon büszke. No de, mit feltételez, hogy miről tudnánk akkor beszélgetni most? Ugye elmondta, hogy körülbelül milyen feladatok lesznek, és abból milyen további lépések fakadnak majd, műszerek és egyebek, lesz-e új pille, és így tovább? Jelen pillanatban is már az eddig beválogatott kísérleteken kívül is nyitva van még a jelentkezési ablak arra, hogy újabb és újabb ötleteket várjunk a kutatóktól. Az Energiatudományi Kutatóközpontnak a honlapján lehet ezt megtenni. És hogy mit várok tőle? Hát ha visszatekintünk 50 évet, senki nem gondolta volna, hogy mostanra, a 21. századra az űrtevékenység a világgazdaságnak és az emberiség létezésének az egyik kulcsa és az egyik alapja. Ha ez a dinamika így folytatódik, vagy egyes beszélések szerint akár gyorsulhat is, akkor tényleg azt gondolom, hogy olyan eredményeket fogunk tudni felmutatni és elérni, ami az emberiség és az egész bioszféra számára kulcsfontosságú lesz. Mit gondol arról, hogy mennyire veszélyes ma az űrutazás? Ugye 1980-ban mennyire volt veszélyes, és most akkor volt veszélyesebb, vagy most veszélyesebb, vagy már jobbak vagyunk technikailag, és most már nem annyira veszélyes? A technika is fejlődik természetesen, és amikor Farkas Bertalannékat válogatták, akkor azért elsősorban vadászpilotákat kerestek, ez Egyesült Államokban is, a szovjet blokkban is. Ma már sokkal nyitottabb ez, hiszen a Hunor programban is civilek felé ki lehetett nyitni a programot, és mind a négy űrhajós jelöltünk civilben mérnök, orvos, tehát civil foglalkozása van, de ezzel együtt azt hiszem, hogy ez mindig is egy veszélyes üzem marad. Tehát amikor felteszik az űrhajósokat az űrhajóban a rakéta tetejére, hát onnantól kezdve folyamatosan életveszélyben vannak, tehát ez egy, nem lehet rutinként tekinteni az űrtevékenységnek erre az ágára sem, igazából az eszközösekre sem, hiszen látjuk, hogy előfordul, hogy elveszítünk eszközöket, mert baleset történik a rakéta felbocsátásánál, vagy bármi egyéb, ez sohasem lesz rutin. De az egész emberiség tudásának az alapját képezi, tehát azt gondolom, hogy az űrtevékenységről csak mint az egész egyetemes emberiség teljesítményéről szabad beszélni, és így mindenképpen az alapját képezi a létezésünknek ma már.
Minden esetre, amikor majd odafent lesz a magyar űrhajós, akkor mi biztosan itt fogunk izgulni érte a Földön, ezt megígérhetjük, azt hiszem mindannyiunk nevében. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, önök az M5 históriát látták, műsorunkat újra nézhetik a mediaclip.hu oldalon és a YouTube-on is. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, találkozunk jövő szombaton, viszontlátásra!